Megemlékezés Kócsújfalun. Katolikus tanévnyitó megölte apját egy férfi Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 10-én 18 óra 5 perckor. A kitelepítések áldozataira emlékeztek Tiszafüred Kócsújfalun. Ünnepi műsorral, mécses gyújtással és az emlékezés koszorúinak elhelyezésével hajtottak fejet a borzalmas, szégyenteljes történelmi bűn áldozatai előtt. Az 1950-es években magyarok ezreit telepítették a Kócspusztaihoz hasonló kényszermunkatáborokba, elsősorban azokat, akik valamilyen okból kifolyólag a kommunista hatalom útjában álltak. Sok dolog van, ami örök. Sok olyan törvény van, ami örök, és nem változik. Nem ilyenek az emberi törvények, mert az emberi törvényeket vagy a bölcsesség, vagy a jóság, vagy a butaság és a gonoszság hozza, és ezek változnak. De nem változnak azok a törvények, amiket a természet, a teremtő, a jóisten hoz meg. És nem változik az ember sem. Tudjuk azt, hogy az emberi természet sem változik. Hiszen aki a Bibliát forgatja 5 vagy 2000 esztendővel ezelőtt, ugyanazokat a dolgokat látta, irigység, árulás, jóság, ami benne van a mai emberbe is. És benne volt a 70-71 néhány évvel ezelőtt lévő emberbe is. Benne volt a gonoszság, benne volt az irigység, benne volt a rossz is. Hiszen sokszor áltatjuk magunkat azzal, hogy változik a világ, modern gépek vannak, modern eszközöket használunk, nem gyalogjárunk, nem szamárháton, hanem autóval, repülővel, rakétákkal, és bizonyára javul az ember is, javul az emberi természet. De ez nem igaz. Az emberi természetet ugyanaz mozgatja, és ugyanaz mozgatta 5000 évvel esztendővel ezelőtt is, mint 70 évvel ezelőtt is. Ha hagytuk azt, hogy a butaság és a gonoszság teret nyerjen, akkor a butaság és a gonoszság tort fog ülni a nemzeten. És tort ült ezen a nemzeten is, mert legyengült ez a nemzet. Legyengült először az első, majd a második világháború után. És a nemzet is olyan, mint az emberi test. Ha legyengül, a kórokozók megtámadják. Megtámadják azok a kórokozók, akik betegséget, gyengeséget és halált tudnak hozni a nemzetre. És ilyen kórokozó volt a vesztes háború után a kommunizmus. Az emberi butaság, az emberi gonoszság, az emberi gyarlóság ült tort a legyengült nemzeten. Bosszú, irigység és a legrosszabb emberi tulajdonságokat hozta felszínre, mert a legrosszabb emberi tulajdonságokkal rendelkező embereknek adott hatalmat, adott lehetőséget, hogy bosszút, irigységet és gonoszságot hozzanak erre az országra. Családokat szakítottak szét, sorsokat tettek tönkre, magyarokat tettek egyik napról a másikra földönfutóvá. Emlékezni és gyermekeinket tanítani kötelességünk, hogy ilyen soha ne fordulhasson elő többet. Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsossal arról beszélgettünk, hogyan is indult a katolikus iskolákban ez a tanév, hiszen a gyerekek szeptember 1-én elkezdték a tanulmányaikat. Szeptember 1-e a templomban a Veni Sancte szentmisékkel kezdődött. A Györfi István Katolikus Általános Iskola gyermeklétszáma 380 fő körül van, így külön volt az alsósok és felsősök tanévnyitója, majd a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulóinak tartottak itt évnyitót. Örülünk annak, hogy jelenléti oktatással indulhatott ez a tanév, és hát itt a szeptember 1-e a Veni Sancti szentmisékkel kezdődött. Nyilván a Györfi István Katolikus Általános Iskolának a gyerek létszáma
380 fő körül van, most ezt nem tudom pontosan, de hogy nem teszi azt lehetővé, hogy egyszerre legyünk jelen, ezért két részletben volt a tanévnyitó, 8:30 volt az alsó tagozatosaknak, 10 órakor pedig a felső tagozatos gyermekeknek, és 11 órától pedig a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulóinak. Nyilván ez ugye a három szent mise, de azért a járvány idejében vagyunk még, és kellő óvatossággal kell még lennünk, és hát bízunk benne, hogy nagyobb gond nem lesz. Az Eucharisztikus Kongresszus, ami szeptember 5-ével kezdődött, és szeptember 12-én fejeződik be, meghatározza az egész tanévét a katolikus iskoláknak. Az első és fontos dolog, hogy az Eucharisztikus Kongresszusnak a hetében vagyunk, tehát szeptember 5-ével kezdődött, és szeptember 12-én fejeződik be. Ez nyilván meghatározza az egész tanévünket. A egyházmegyei motto, hogy Péter hitével tekinteni Jézusra, és nyilván ez a lelkiségre, a nevelésre vonatkozik, ahogyan Péter apostol megvallja, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, ezt a gondolatot visszük tovább, illetve nyilván az Eucharisztikus Kongresszusra 2016 óta készültünk. És nyilván ezeknek az élményeknek a feldolgozása még előttünk áll, tehát ezt a tanévet ez fogja meghatározni a lelkiség oldalán. Persze nyilván majd az igazgatóasszony elmondja, hogy a tanulmányi téren mik azok, amikben haladunk. Nyilván folytatjuk azt, amit idáig elkezdtünk, és hát azt szeretnénk még teljesebben végezni. Az iskolában a nyílászárók cseréjét tervezik a fűtés korszerűsítése után. Nagy öröm, hogy az iskola és a Györfi István Nagykun Múzeum között parkoló készült, ami nagyban megkönnyíti a szülőknek, az iskolába érkezőknek a parkolást. Van remény, amiben a nyílászároknak a cseréje is terben van, tehát a fűtésnek a korszerűsítése, de az igazgató asszony majd ezt pontosan elmondja. Viszont nagyon örülünk, amit ugye egész városban látunk, hogy ott az iskola is a Györfi Múzeum között, a Nagykun Múzeum közötti parkoló elkészült. Azt gondolom, hogy ez nagyban megkönnyebbíti a szülőknek, az iskolába érkezőknek az elhelyezkedését. Szóval is nagyon szépen lett kialakítva, tehát ez mindenféleképpen könnyebbséget jelent, akik ott a környékre utaznak és jönnek. Információink szerint rendkívüli haláleset történt a hétvégén Karcagon, a Gyep utcában. Megrázó tudósításunk következik. Az északi városrészen lakók közül többen hallották, hogy egy agresszív férfi végzett apjával. Azt, hogy hogyan, a városban többféleképpen hallottuk. Kaptam egy telefont az önök a húgomtól, 5:30-6 között. Azt mondta, menjek haza, hogy lehet probléma van otthon, mert látták, hogy ment kifele egy mentőautó, meg ment kifele a rendőrségi autó. Felkértem észrevétlenül, mondom úgy, hogy az én fiam, a Zsolt köhécselt, mondom neki, fiam, fenn vagy? Azt mondta, anyu fent, mondom, fiam, mondom, menjünk, mondom, mert valami probléma, nagy probléma van otthon. Ennyi tudok önöknek mondani. Mert amikor még megindultunk az autóval, másodjára megint hívott égem az onaga húgom, a Brazillánál telefonált, hogy na mi van már, mondom, nem tudok megmondom semmit. Annyit tudok, mikor bementünk a Gyep utca 44 szám alatti utcában, hogy el van vitrolva az egész ajtó, ki volt írva, el volt kerítve rendőrség. Én mondtam, hogy beszerették menni, azt mondták, nem szabad menni, sebe, se kimenni. Azt mondták, hogy először a rendőrök beszélgettek, vagy 20 percen keresztül, utána nyilatkoztunk, hogy ne haragudjanak meg, az öreg az éjszaka folyamán elhunyt. Én megmondom önöknek őszintén, benne van a pakliban minden, mert nem jó viszályba voltak. Rendes ügyeik voltak volna. Én megmondom magának őszintén. Nekem a papa mondta, hogy meggyanúsított az többszörösen, az apukáját mindig bátalmazta. Annyit tudok, hogy az sokszor
hazamentem én is. Arra mentem haza, tény és valóság, hogy a szomszédok megvédték, megverték, akkor sem nem csináltak semmit a rendőrség ellene. Bevitték, elbeszélgettek vele, és kiengedték. Már akkor nem kellett volna kiengedni az én rossz, nem mindegy, nem mondok olyat, az én gyilkos fiamat, hogy a gyilkos egyáltalán, már pedig én már apa gyilkosnak hívom az ilyet, hogy sajnos 34 évet egy életet elvett tőlem, ott, ahol nagyon szeretem a férjemet, mindegy, hogy jóban, rosszban, együtt voltam vele, nem szeretett, nem bántott. Jó szomszédaik voltak, nem mondom, mert nagyon jó szomszédaik voltak neki. Akárhányszor megsértették, megbántották, megvédték attól a mocsoktól, mert mind bántalmazta. Nem is egyszer, többszörösen megvédték őket. Sebestyén Sándorné, a közvetlen szomszéd is megdöbbent a történteken. Hát ilyen nagy hangja volt. Azt hittem, baj van, mert itt voltak a rendőrök. Azt hittem, hogy hát megint baj van, mert többszörösen kihívták rá a rendőrt, mert nem bírtak a fiúval. Erre nem gondoltam, hogy halális eset is történt. Reggel arra ébredtünk föl, hogy 6 óra volt, kijöttünk a nejemmel, akkor már el volt kordonozva a terület, kijöttem, szóltam a nejemnek, mondom, gyere már ki, mondom, lehet baj van. Kijöttem, akkor már itt volt a fia, kérdeztük, hogy mi van a baj. Azt mondták, hogy meghalt az apukája. De hogy, akkor még nem tudták. És az volt a híre, hogy a fia ölte meg. Elsőnek jöttek ilyen helyszínre, ők találgattak kifele mindenfajtát, hogy leszúr, de nem volt rajta szúrás, nem semmi, hanem megrugdosta, szétrugta. Mivel? Olyan acélbetétes cipővel. Agresszív volt az a srác? Hát, amikor ivott, igen. Agresszív volt. Akkor a szülei már nagyon. Én sokszor megvédtem az öreget tőle, tényleg. Nagyon sokszor megvédtem, hogy ne bántsa. Nem is én, többi szomszédaim is mind megvédte. Nem egyszer, nem kétszer, mert sajnáltam tényleg az öreget. Bántalmazta többször. Én védtem meg a legtöbbször tőle, hogy ne bántsa. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!